Centrumban a bűnmegelőzés és centrumban kőbánya. Ahhoz nem kell nagyon nagy fantázia, hogy az ember elképzelje a legkülönbözőbb kalandfilmek és akciófilmek nyomán, hogy végül is a köznapi életben is micsoda helyzetek generálódnak a kábítószerek körül, illetve hogy az ellene folytatott küzdelem milyen lehetőségeket hordoz magában. Egy ilyesmi lesz most Kőbányán, egy olyan szabadulószoba szisztémával, amely a diákokat igyekszik minél inkább rávezetni arra, hogy milyen veszélyeket hordoz a kábítószer, meg egyáltalán ez a világ. De valójában milyen ez a világ, ön mit lát Magyarországon, illetve hát nyilván nemzetközileg? Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, és ugye azt kell mondani, hogy sajnos a designer drogoknak a 90-es évek végétől, 2000-es évek elejétől való előletörése okozta azt a fajta krízist, aminek az a következménye, hogy egyre lejjebb szállt a drogot először kipróbáló korosztálya, ma ez 12 év. Önmagában döbbenetes, arra nem is beszélve, hogy a designer drog illegális fogyasztása ugye, most körülbelül a hagyományos klasszikus drogokkal van azonos szinten. Több oka van ennek, egyfelől borzasztó olcsó, ugye a hatása pedig megegyezik a klasszikus kábítószerekével. Csak kevesen tudják, hogy ez sokkal veszélyesebb. Van a hagyományos drogok között is olyan veszélyes, amiről ugye még mai napig nem tudjuk. Például az LSD, a szintetikus drogok ugye közé tartozik, aminek 10-15 év múlva lehet egy olyan reprodukciós hatása, a pillanatnyi halucinogén élmények után, akár vezetés közben valakit ugye elkap és balesetet szenved. Hát nem tudjuk, de volt erre példa, és nagyon nehezen vezették vissza az eredeti, ugye akkori fogyasztás lehet egy alkalommal történt. Itt ugye az a probléma, hogy nem ismerjük ezeknek az összetételét. A szakértők mondják, hogy ázsiai gyógyszergyártásoknak a mellékterményeiből van ez a szer, amit még különböző ismeretlen adalék anyagokkal feldurbóznak, ugye ezeknek a kémiai képlete jelenik meg, és a tiltó a C-listán, de miután ezt mindig változtatják, ugye itt van egy lemaradás. Szumma-szummárom, a legfontosabb az, hogy ezzel a potenciális ugye sértettek vagy fogyasztók, a középiskolai, döntően a középiskolai korosztályra gondolok, legyenek tisztában. Na most ugye a kezdeményezés, tehát a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ugye felkalort egy ilyen kezdeményezést, amit a Kőbánya ugye Közbiztonsági Alapítvány indított el, és hát az innováció lényegében ugye a megvalósított ötlet. Most azt gondolnánk, hogy ennek a kivitelezési fázis elindult. Annyi pontosítással ugye, hogy két ilyen szabadulószoba lesz, és ehhez ugye a 10. kerületi középiskolásokon kívül csatlakoznak a 13. kerületek, kerületi iskolák is, és illetve a 18, 19 és 20, tehát 5 kerület középiskolásai jöhetnek el. Végül is ön mit érzékel, esetleg akár néhány éves tapasztalatokra visszatekintve, hogy mennyire tud hatásos lenni a bűnmegelőzési tevékenység pont ezen a konkrét területen, kábítószer? Most ugye 7 éves volt februárban a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. Ugye 2013-ban fogadta el a kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát, egyébként amelyben kiemelt helyen szerepel a gyermek- és ifjúságvédelem, másik három fontos társadalmi beavatkozási terület mellett, időskorúak védelme, település biztonság és a reintegráció, tehát a bűnözők ugye visszaeső bűnözésnek a akadályozása, de a legfontosabb mégis az, hogy egy olyan felnövekvő nemzedékről vagy generációról van szó, aki majd építi az országot, és gyakorlatilag döntéshozó lesz előbb-utóbb. A probléma mindig az a bűnmegelőzéssel kapcsolatban, hogy hiába ütjük be a keresőbe, erről semmilyen kézzelfogható ajánlás vagy javaslat nem érkezik. Hogy ez egy disziplína, ezen is lehet vitatkozni, de mindenképpen egy tudományterület. Az egy másik kérdés, ugye, hogy ez a tanult ismeretek alapján készségszinten elsajátított cselekvési attitűd, ami azt jelenti, hogy az ismereteket meg kell tanulni.
Nem én állítom, szakemberek mondják, hogy 4 éves korban, ugye, életkor specifikusan, tehát nem akarunk alalni felnőtteket, de el kell kezdeni a bűn és baleset megelőzési oktatást, mert minimum 10 év, ugye ekkor már 14, korlátozott a jog és cselekvőképes a gyerek, mire ezeket az ismereteket életszerűen készségszinten tudja alkalmazni, viszont nagyon jó esély van arra, hogy nem lesz áldozat, bűncselekmény áldozatos értetje. Én mindig hozzá szoktam tenni egyébként, hogy elkövető sem, mert a szocializáció és folyamat ugye nem fog gellert kapni, jogkövető lesz. És amikor önök ilyen tudományos megalapozottsággal megközelítenek egy ilyen területet, kik a partnerek, merre tudnak mozogni? Hát a másik dolog ugye a bűnmegelőzéssel kapcsolatban azt mondanám, hogy Arisztotelész után szabadon, hogy ez olyan közügy, ami a nép ügye. Nyilvánvalóan ez egy arhaikus, ugye, okori bölcsi gondolkodás, közügy, vagy nemzeti ügy, ezt is lehet nyíltan vállalni. Sőt, a tudományokat említettük, ugye azért vannak olyan 15-20 éve napvilágot látott publikációk, amelyek ugye egyrészt a 21. századot egy kockázattársadalomnak írják le, amiben új típusú rizikófaktorok olyanok, amelyeket korábban nem ismertük, jelennek meg. Nem biztos, hogy ezek veszélyesebbek, mint a korábbiak, de nehéz azonosítani őket. A másik pedig lenne az, hogy felértékelődik a prevenció, mert a kialakult ugye globalizációs helyzettel, kriminális fenyegetettséggel, korábbi büntetőjogi igazságszolgáltatási eszközök már nem alkalmasak, mert megváltozott a helyzet. Szükség lesz tételes jogra, de az egy másik kérdés, és hát ennek is feltételes, hogy esetleges a visszatartó ereje. Ugye soha nem a büntetés súlyossága, hanem annak az elkerülhetetlensége a visszatartó erő. Tehát ha azt tudom, hogy 80%-a a rizikója annak, hogy le fogok bukni, akkor ugye meggondolom, de ha csak 20, akkor ugye ez már annyira nem fog visszatartani. Tehát én azt látom, hogy a bűnmegelőzésnek, vagy a bűnmegelőzési tanácsnak mindenki a szövetségese. Vannak stratégiai partnereink, akikkel együttműködünk. Az egyik ilyen értelemszerűen ugye a rendőrség, a polgárőrség. Általában minden olyan civil szervezet, vagy ez az Kőbánya közbiztonsági alapítványa is, amelyikben ugye konkrétan itt is ők is megfogalmazták, hogy a bűnmegelőzést, a prevenciót, vagy a közbiztonságért való tenni akarást. Annyit még azért hozzá tudok tenni, hogy a kis közösségekben a bűnmegelőzési kultúra az elmúlt ugye 7 évben, nem azért változottam a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, de rendkívül sokat fejlődött. A bűnmegelőzésnek ugye territoriális szinten különösen egy kohéziós közösség teremtés összetartó ereje van, és még egyszer mondom, hogy de a társadalmi szinten is azt lehet mondani, ugye a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács képviseli az Európai Unióban a bűnmegelőzési hálózatban Magyarországot értelemszerűen, tehát van összehasonlítási alapom. A magyar társadalomban, ugye az elmúlt időszakban rendkívül mértékben fejlődött ez a bűnmegelőzési kultúra, és mondom, még egyszer van összehasonlítási alap. Tehát nem az, hogy le vagyunk maradva semmilyen szinten a többi Európai Uniós országoktól, ellenkezőleg projekteket vesznek át tőlünk, bűnmegelőzési projekteket. Egyébként ez hogy működik a kvázi napi szinten az Európai Uniós partnerekkel? Van önöknek egy hálózatuk, van olyan fórum, ahol rendszeresen találkoznak, hogy kommunikálnak? Na, így van, pontosan. Ehhez annyit tudok hozzátenni, azért ugye ez nem bűnüldözés, ahol egyes információk átadása ugye késlekedést vagy veszélyt eredményezne, sőt ugye akkor jó egy ilyen, hogyha már mondjuk egy ilyen nemzetközi konferencián, amit mi minden évben megrendezünk, ennek a mérete ugye nem csak uniós, mert tavaly például a Hawaii Egyetemről tartottak előadást, de tengeren túlról rendszeresen jönnek, idén is szeptemberben lesz egy ilyen, ugye ez már a 7. nemzetközi konferenciák, ami természetesen az európai országok részvételével, vagy uniós delegációk részvételével előadások, ugye holland, svéd, nagyon jó dán minták vannak, amiket ugye ők évek óta modelleznek, és amikor a konferencián meghívunk egy előadót, akkor az eredményekről számolva említettem a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát, ugye abban van egy ilyen feladata is a tanácsnak, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak, hogy a best practice-eket, tehát ezeket a jó példákat próbálja ugye megosztani másokkal is, és nem csak belföldre vonatkozik. Számtalanszor csinálunk olyat, hogy egy-egy városban, egy-egy megyében
vagy hogy teljesen aktuálisabb legyen itt Kőbányán a parknak az átalakítása, az egy olyan bűnmegelőzési projekt volt, ami már szabványszerűen ugye minden ilyen prevenciós európai követelmények megfelel. Tehát valószínű, hogy ezt folytatjuk Kőbányán is, de van érdeklődés arra, ugye a városfejlesztőnek a fantáziát az beindította, hogy vidéken is lesz ilyen. Tehát nem napi szinten vagyunk velük kapcsolatban, de folyamatosan, és hát ennek az origója azért most egyre jobban Magyarország. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Én is köszönöm.